egyre népszerűbbek az internetes repülőjegy, szállás vagy utazásfoglalási rendszerek. Azonban, ha ezeket nem valós szolgáltatás nyújtó utazási irodán keresztül, vagy nem kellő szakértelemmel szervezi meg valaki, komolyan ráfizethet egy-egy utazásra. A legtöbb probléma a vagyoni és utasbiztosítással kapcsolatban szokott felmerülni. Nemzetközi online foglaló rendszeren mondjuk foglal szállást, és valami probléma van a szállodával, akkor nem minden esetben tud hova fordulni. Vagy például, hogyha ő online repülőjegyet vásárol, jellemzően nincs is ezekkel semmi probléma, de hogyha például van egy járattörlés, van egy sztrájk, vagy egyébként egy olyan példa, hogy ami volt 2010-ben az izlandi vulkánkitörés, amikor Európa légi közlekedése gyakorlatilag majdnem egy hétre megbénult, hát akkor nyilvánvalóan mindenképpen jó, hogyha tud kihez fordulni utazási irodához. A valós és megbízható szolgáltatást nyújtó utazási irodák egyik legfontosabb ismérve, hogy engedélyszámmal rendelkeznek. A Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal oldalán ezeket bárki meg is nézheti. Nagyon fontos dolog, hogy a Magyarországon bejegyzett, vagy engedélyszámmal rendelkező, vagy engedélye rendelkező irodáknak van egy engedélyszámuk. Ezt az engedélyt és engedélyszámot Budapest főváros kormányhivatala adja ki, annak az illetékes részlege, és hát gyakorlatilag ezt ők pontosan meg tudják nézni az interneten, vagy a különböző anyagokban, hiszen ezt az adott utazási irodának megfelelően kommunikálnia kell. A korábbi csalódottság és a jó tapasztalat is befolyásolja az utazni vágyókat, hogy online saját maguknak szervezik-e meg az utazást, vagy valamelyik utazási irodát választják. Nyíregyháza térségében még az utóbbi szervezési eljárása népszerűbb. Én úgy gondolom, hogy itt még azt lehet elmondani, hogy sokkal többen foglalnak személyesen utazási irodákban, mint ahányan neten foglalnak. Természetes, hogyha egy belföldről van szó, akkor ugye itt más az arány, hiszen a belföldöt mindenki előszeretettel a neten keresi, de azért külföldi utazások esetében, főleg tengeren túli utakról, akkor azt mondják az utasok, hogy persze keresgetnek a neten, de a biztonságot úgy érzik igazán, hogyha egy utazási irodában foglalják le, akár azt is, amit kinéztek a neten. Már most nagyon sokan elkezdik szervezni idei nyaralásukat. Az utazás szervezők szerint érdemes utazási irodák szolgáltatásait igénybe venni, hiszen a személyes konzultáción túl fontos szempont, hogy szakértői segítséget kaphatnak.